80 versenyző 23 klubból. A cserháti csarnokban felállított ringben küzdenek az ifjúsági korosztály ökölvívói, köztük a Botos András Ökölvívó Akadémia fiataljai is. A kanizsaiak közül Károlyi Csaba szoros meccsen kapott ki és búcsúzott, így járt Székely Ádám és Surmar Roland is. Kovács Kristóf viszont nyert és így folytathatja a küzdelmeket. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szerint a feleknek fair csatában kell dönteniük a helyezésekről. Ez egy verseny, egy-egy mérkőzés a boxban mind a két fél számára egy komoly kihívás, úgy, hogy szemtől szembe áll a két versenyző fél, és nagyon-nagyon tisztességes versenyben kell bebizonyítani a győztesnek, hogy ott adott pillanatban ő volt a jobb. Én azt kívánom önöknek, versenyzőknek, hogy ez a tisztességes verseny ebben a három napban bekövetkezzék. Nagyon sportszerű legyen a verseny, sportszerűen versenyeznek, és a győztesek a gratulációt ezzel a tudattal tudják majd fogadni.